Ez a csontváz központi része a bonyolult felépítésű gerincoszlop. Feladata a testtartás biztosítása, ám rengeteg betegsége lehet. Az utóbbi években gyakoriságuk jelentősen megnőtt, szinte népbetegséggé vált. A legtöbbször mi vagyunk az okozók, nem megfelelően ülünk, ez a videó is erre hívja fel a figyelmet. Az emberek 90%-ánál előbb-utóbb előfordul valamilyen gerincbetegség, és ez datálódik egész odáig, hogy a civilizált életforma és a teljesítménycentrikus iskolarendszer miatt naponta 8-10 órát inaktívan töltenek a gyerekek. A felmérések szerint a gyermekek, fiatalok mintegy kétharmadánál található valamilyen gerincrendellenesség. Gyerekkoromban diagnosztizáltak nálam gerincferdülést, emiatt rendszeresen jártam gyógytornára, sőt ezt a mai napig is folytatom. Sokszor okozott nekem ez problémát, mint ülésnél, hogyha hosszas ülés vagy állás során fájt a dereka, muszáj voltam megmozgatni a hátamat, egy picit járkálni, de mivel ezt a gyógytornát szinten tartom, így sokkal jobban odafigyelek a tartásomra, és emiatt is választottam ezt a szakmát. Ez a funkcionális tréning a segítőeszközök tárháza színes, a bordásfalhoz kötött izomerősítő szalagok is segíthetik a gerinc tornáztatását, de itt van a több funkciós, dinamikus ülőpárna is. A szakemberek azt mondják, a gerincfájdalom többnyire nem elkerülhetetlen sorscsapás, sok esetben a helytelen tartás és mozgáshiány következménye. Az ülő munkát végzőknek ajánlatos 45-50 percenként 2-3 percben átmozgatni a nyakukat, a derekukat. Van egy technika, amivel rendszeresen be tudjuk állítani a törzsünket, a tartásunkat. Ez a fogaskerék modell, amikor a medencét előre billentve a mellkas és a fej követi ennek a mozgását. A fogaskerekek egymás ellen, egy ellentétes irányban mozognak. Ha előre billentem a medencét, tehát a fogaskerék előre forog, akkor a háti szakasz és a mellkas ellentétes irányba pontosan követi a medencének a mozgását, és a fej is tökéletesen középre áll. Így néz ki a fogaskerék modell, a legegyszerűbb, ha figyelünk testtartásunkra, hogy ne görnyedve üljünk, már ez is sokat segíthet, mondják a szakemberek.